Megkezdődött a családi adó visszatérítések utalása február 10-én. A postai kézbesítések már megtörténtek. 160 ezer család kapott, közel 50 milliárd forintot. Az utalással folyósított összeg pedig meghaladja az 561 milliárd forintot. Ezt a folyamatot tudjuk a jövőben is folytatni, ezért kell, hogy dolgozunk. Nagy Bálint választókerületi elnök elmondta, a járvány ellenére is jól teljesítő gazdaság teszi lehetővé a magyar emberek támogatását. A nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj folyósítása után a következő lépés a gyermeket nevelő szülők segítése. Eljutottunk oda, hogy ezeket a jelentős családokat támogató forrásokat a magyar gazdaság meg tudja tenni azt, hogy kifizethetőek legyenek, hiszen egy nagyságrendek 600 milliárd forintos tételről beszélünk, közel 2 millió szülőt érintő akció ez a mostani, és nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nálunk a Zalaja 2-es választókerületben is ez közel 10 000 családot érint, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok emberhez el fog ez jutni, és nagyon sok embert közvetlenül is érint. A Fidesz politikusa hozzátette, sajnálatosak a baloldal becsmérlő kijelentései ezekről a támogatásokról.